köszönjük. Morgan. Itt van bátyja is. Engem ne vagyok. Te, hogy milyen üres vacskó. Na ezt majd a Kati néninek. Na. Na gyerekek. Az a harci helyzet. Behatoltunk. Álltunk. Hogy fölállt a harci helyzet Miklós szerint. Közelítő utakat fogunk csinálni először is. Azzal indulunk, hogy feltérképezzük egyáltalán, ugye, hogy hogyan hasznos lesz, hogy hogyan lesz nekünk fasza. Akkor azt ide kihozzuk valahova. Valahova, ja. Ott azért az elég sok. Vagy oda, ahonnan van az a kis tisztás, oda kéne összerakni. Aztán, ameddig be tudsz tula, hát, vagy oda meg meglátjuk. Fórjál magát itt hamar. Na gyerekek, akkor álljunk neki. Álljunk neki. Ja. Csináljuk is, nincs idő itt videózgatni, meg játszani. És annyi bátyánk, hajt bennünket mind a izé. Már a Milánk várt egy órája, igaz? Ez az, azért hajt. Ma első nap ránk kell várni, hát ez nem buli. Úgyhogy hajrá. Gyerekek, ide fajultunk, Jägermeister kell innunk. Átlátszó a legújabb kiadás. Na, idáig vagyunk már. Megvan a közelítő útnak egy százezred része, igaz? Ja. Bátyó nagyon nyomja ipart, eldobált mindent, gyűjtöttünk már fát is, van méterbotunk is, frissen izé. Nézzétek, meg gyerekek, meg van tódva, mert rövid volt. Ja. John Sered 23-as gyönyörűen megy, teszi a dolgát, Miklós a 630-assal bokrászott, de most behozza a dolmát, úgy döntött. Egészség. Ja, egészség. Úgyhogy nyomjuk, majd lesznek mindjárt hamarosan felvételek a izéről is, a gépekről, ahogy dolgozunk elég. Barom! Dobtad a bátyót! Yeah. Ahogy szoktál! Na. Hatalmas döntés következik! Talán a első két méter itt az méterbe, többi az marad ágba. Így állunk, hogy már itt a közelítő utat ugye elkezdtük. Te az mi az a méterfa ott, ami áll fölfele? Az a élezőbak. Élezőbak. Hát túl erősebbet fogunk csinálni. Hát jó, majd ahogy hallunk bejött. Gyerekek, Druzsba papa úgy döntött, hogy ezt a fát, ezt kidönti. Ott a teteje fönn. Na. Láttatok egy szakszerű döntést. Szakszerűtlen. Én nem vagyok izé... Tudod, hogy nem vagyok favágó. Hogy nem. Hobbista. Az vagy te.
Igen! Drúzsba! Drúzsba kidöntötte a fát! Nyugodjál meg, hogy fölfogom! És Drúzsba... Drúzsba eldöntötte az első nagy fáját ebben az erdőben. Jön a következő áldozat. Gyerekek, ott a teteje fönnáma. Ott a... Az a... Villám! Irányított döntésért. Ja? Irányított? Még kétszer kivágjuk. Hallod? Megnyomom. Mit? Ez. Össze van a kodva? Nincs össze akadva, de. Ezt kell letenni. Jelőve van. Vékony. Hallod? Össze vannak gubanculódva, de nem probléma, mert Rúzsba megoldja. Vedd el a kis fűrészt, na. Hátjó, vigyázz! Majd nagyja, levágom. Sanyi! Gyere ide. Még benne vagy a hatótávolságban. Te miért kül neked az a izé? Ennyire izé vagy máma? Gyerekek, így még a Drúzsbát szerint nem láttátok. Gyérítésben ezt mindig. De az, hogy a fülvédő. Hát mert bazd meg. Süket vagy velem együtt most. Nem, én most körülbelül most hallok úgy, ahogy te. Fülvédő nélkül. Azért kiabálsz így. Papikám, ügyes voltál, el kell ismerni. Az maradhat. A vékonyat, vékonyat. Ott majd csak a kicsit. Jó, hogy felfér a fél. Be kell állítani. Ja. Vedd már le a fejedről, mert kiabálsz, mint én. Vedd már le, mert kiabálsz, mint én. Majd mindjárt jövünk csak. Mindjárt csak ezen állítani egy kicsit. Ja, ez ott van, hogy elő még ott a hármat, le van, okay. Tudni maradj. Ja. Hátfám. Ja.
Hatolunk. Egyre beljebb hatolunk. Csináljuk az utat még mindig rendületlenül. Egy tart a harc az elemekkel. Hát ez lesz a közelítő út, ugye, ahol a bátyó majd be tudjon jönni traktorral. Ezzel figyelnem kell hátrafele. Miklós döntöget eszement módon. Úgyhogy... egyenlőre eddig vagyunk. Nyomassuk. Gyönyörűen dolgozik a 23-as. Minden képzeletet felülmúlóan. Igaz, Miklós? Várjál, mert süket vagyok. Ja, süket. Ja, amúgy is süket vagy. Épp mondom a gyerekeknek, hogy... oda helyezett, hogy őrült munkában vagyunk. És Miklós olyan őrült munkában van, hogy már leamortizálta. Várjál, leamortizálta a védőrácsot. Döntősi csakról leamortizálta Miklós a védőrácsot. Kukti bácsi, erről beszélt, én tudom, ja, na megmondta, mindegy. Majd kap egy izét a gipszkarton csavart. Ja. Ami a lényeg, mondd meg a gyerekeknek, milyen szépen dolgozik a 23-as. Gyerekek, még nem dolgoztam vele, de majd mindjárt tönkreteszem neki. Akkor most fogd a kezedbe, légy szíves. Okay. Aztán... akkor menjünk oda ki, mert ottan kell éppen dolgozni. Nem, én most a bátyó telefonál, nem tudom, hogy azt csinál. Kizéni kéne a Miklós, ezekbe leméterezni, vagy métereket jelölni ezeket. Megyünk oda, aztán... menjünk. Még van mit kicsit. Oké, te vagy a főnök, te vagy a termelés irányító, akkor megyünk, akkor viszem a kis izét, dollárt. Ez lesz a hivatalmas barcsunk, ugye innen kijönnek ezek a vissza-vissza dőt, izé, párfértedek. Igen. Kimegy is, akkor itt, gyönyörűen itt lesznek a... igen, azért ezt vázoljuk fel, hogy hogyan fog itt zajlani. Látom. Ott valaki ott hagyott egy láncfűrét. Igen. Úgy fog zajlani, hogy ez a fa kimegy, az a fa kimegy, az is kimegy. És ott ide tervezünk egy... kimegy, onnan akát is kijön, mert az is fészáraz, ez a kör is már marad, ugye, értelemszerűen. És akkor itt lesz egy olyan placunk, ami ugye, itt arra fel a mutasd meg a gyerekeknek, hát igen, hogy az mi az a bánat van itt. Hát ezt úgy is látták már, de azért megmutatom. Igen. Tehát Tunguszka, 2000. Lesz, ja, meg ez is kimegy, ez a görbe szíszare. Meg még egy csomó. Mert ez lesz a bejárónk a igen. Placra. Csokrokból. Tehát most a közelítő út az úgy zajlik, hogy ez egy ilyen Y lesz, ugye? Úgy ja, hát tehát... ez kacskaringós lesz, de... ne, nem, tehát ne kelljen forgulódni, arra pontosan amerre mutatok, valószínűleg állításnál ott, is lesz, ott lesz egy kimenő, ott lesz kiárat, igen, egy kiárat. Ott lesz egyébként, hogy arra, majd meglátjuk. Ott lesz, hogy ott van összedűve erdő. Oké, jó, akkor ott lesz. Nem oda, oda, jó, hát nem, innen nem látom, mert össze-vissza takarásban van. Tehát most ottan borogatunk ki azokat. Egyelőre még csak a nagyon a kezdetek kezdetén vagyunk, és már most teli van a tökünk, mert rengeteg a meló. Már csak az út, nincs, én az élvezem, út én csinál, persze, nem arról van szó, csak nem látjuk a végét, és azért egy kicsit izé. Megjön a Sanyi is azért, már ideírom. Jön a bátya, valami zörög, valami zörög. Bátya, méterezni kéne? Úgy is látod, 8 centig, légy szíves. Mérfő, mi meg addig ottam, gyere papikám velem, és akkor... kivágjuk a megyek veled, bejárat. Induljunk el. Jó? Mert a 23-ast próbálunk. Próbálod majd. A 23-ast, és véleményt fogsz alkotni róla. Kis nagy közönség előtt. Hát Miklós itt szabadjára eresztette az indulatait. Egy rosszival. Micsoda hóvilág mező van itt is. Papikát, kérem, hogy tegye le oda a Johnsoned mellé a dolmát. Nem lesz útba. Jó, ha mögé, okosan. Ezt a fát, ezt a tudod szépen végézzel. De figyelj, hogy hasonlítanak egymásra egy színben, nem? Piros, fekete. Kamerázás közben, arra elnyomod arra azt a fát. Kamerázás közben fog, azt a kurva, ilyet sem csináltunk meg. Mind ahogy én csináltam az előbb. Várjál, itt van egy veszélyforrás. Még és mielőtt agyon csapni, hát néha, itt a sisak. Itt a sisak. Megnézzük, mert ma vágyam, hogy kipróbáljam. Na, akkor vágyad most teljesülni fog, teljes mértékben. Tudjuk, haza, menjél, bátyó.
Bekapom 10 perccel, itt van a kocor meg a ideje. Jó van, oké. Lejelűzettem azt a kettőt, ha okay, akkor hamarosan mi is megállunk. Ezt. Ne csináljuk még a utat, vagy ha nem utána tudom. A tüzet, aztán ezt az eszünk mi is. Ja. Jó, nyugodtan, nyugodtan. Lehet, nem mondod üres. Lehet, hogy kiüri. Ficsáruglak akkor, bazd meg. Akkor a gubbákot találtam itten tavasszal. Nem üres, bazd meg. Még benne. Mi? Akkor a gubbákot találtam itt tavasszal. Lánszüléssel kell majd kivágni őket, most akkorák lesznek. Vágod le! Majd leágadom. Miért majd? Még döntesz? Na? Milyen a 23-as? Szar! Ledugt a láncot! Oda pére! Mert egy gépgyilkos vagy. Hozom a dollárt. Te egy gépgyilkos vagy. Hozom a dollárt. Jó, van ez nekem egy most jó kifogás, hogy elmenjek cigiszünetet tartani. A 23-as másra se képes, mint a láncot ledobni. Egyik se dobta le, se a dollár, se a zonzi. Lehet, hogy meglazult. Vagy az is lehet, hogy elszakadt? Hát, várjál tényleg. Nem tudom. De! Erre fele! Figyelj, hogy jön a hátad mögött a másik is, úgyhogy figyelj! Azaz, görbítsd el a lapot, hát úgy kell. Úgy kell profi módon csinálni. A kapkodás, ugye?
Jaj, Miklós, Miklós. Most azt a szorult helyzetben nem állítom le. Ha lekő, kénytelen lesz ő. Nem állítom le. Én ott hagyom, elvágom a másik fűrészet, ott hagyom azt a fűrészet. Nem, azt a fát, hallod? Azt a fát vágd el, légy szíves. Nem. Ott fönt. Jó, ami rá van dőve, azt a kőrist. Ami rá van dőve a szárazat, azt vágd el. Rendben. Fönt két méter magasan, jó? De ahhoz kell lesz te is, hogy elvedd onnan, mert az elengedi, akkor eldülik, nem? Na, már jön a szél. Mindjárt vége a dolmának, gyerekek. Vigyáztam! Megoldotta, Kálmán megoldotta. De nem a Miklós. De én voltam. És ez benne lesz a filmbe. Nyugodtan. Hűek maradunk benne önmagunkhoz. A Bandika is megosztotta a videót. Mi is megosztjuk. Lennek itt egy filmben. Kapkod, kapkod. A kibaszott kapkoda. Tudod, amikor a száraz fát is ahogy döntötte be a vízbe, a hódrágta fát. Ezzel kellett volna kezdeni talán, mindegy. Veszem! Láttad a döntést? Most már előbújok. Földet ne! Hoppi! El is engedjük, várjál! Na jó, álljál meg, figyelj, tedd le, ne kapkodj, fönn van a pulzusod 165,16-on, vegyél vissza, és átgondoltan csináld ezt a dolgot, jó? Azt csinálom. Mint egy profi. Tehát azért figyelj, most itt akarsz csinálni, hogy egy kiárót. Egy kiáró, mindenki. Na, figyelj, akkor ami először azokat tüntessük el, amik ugye félig ki vannak dőve, azokat nem kell mindaz. Eltüntetni. Azzal kell kezdeni. Nem mindaz, az a kettő, az ott biztosan az. Tehát azokat el kell tüntetni, mert baleset veszélyes. Ha most azt a fát neki azt döntögetni itt, amire az ugye fel van kapaszkodva, akkor persze, hogy megszorul, meg fönnáll a lehetőség, hogy agyonbasz. Úgyhogy, vagy esetlegesen... Agyon nem tud minket, úgyhogy... Láncfűrészeinkbe kárt tehet, ugye bár. Tehát észre, nem kell kapkodni, időnk mind a tenger, az a helyzet, ez a... Ki fogjuk venni még, ezt a nagy kör is. De azt mondom, ott is van 3-4 szál, látod, és megvan dőve. Ez lesz a izénka. Úgyhogy... Ez lesz a műveleti padunk. Igen, de észre dolgozzál, jó? Mert... Nem kell itten dizájni, futkározni, meg de egyébként tudom én... meg gyerekek, az a helyzet, hogy most az fog következni, azt hagyjuk most a picsába. Tizet rakunk a szkolában. Vágunk itt a placon, mert ugye itt lesz a placunk. Itt fogunk dolgozni még, ameddig dolgozunk máma. Meg holnap. Itt fogunk egy tüzet csinálni. Há, erről beszélek, nem? Itt bent. Itt bent? Itt bent, itt. Itt eldugva, itt valahol, itt lesz egy... Ahol lesz a... Főhadiszállásunk. Ugye... Bátyó, elmenjük, hajrá, rakjunk tüzet, akkor hajrá. Azért mondom, jó, hogy... Tüzet rakunk, aztán jövünk vissza. Jó? Addig el nem mozduljatok, nehogy kimenjetek. Véletlen se. Ki lesz vágva, az a baj. Eddig ki lesz vágva. Az izdéja, ott is van egy kötelező sörtartó. Ugye ez ki lesz vágva ez a fa, de ezt a fát itt fogjuk elvágni ám csak.
Igen, mert ugye ebből lesz majd a élező bok, ugye? Nem, placod. Ahol kicsi. Majd meglátjuk. Na, olyan, mutassuk meg! Vedd el a sört! Vedd el a sört! Nem tud eldőni. Nem fog eldőni. Nem fog eldőni. Elfog. Nem tud eldőni, hát fő van akadva Miklós. Maximum izé, recsenik egyet, az kész. Figyelj, papi, maximum pofán ver a söröd. A pofán ne verjen. Na nézzük, mi a helyzet itten. Roci kolbász. A roci kolbász, kérlek szépen. Ez úgy működik, le van szúrva a nyárs. Serceg, halljátok, hogy serceg. Na tőlük ezt már megszokhattátok, igaz? Hát alapjáraton a ez is a, lehet szalonna. Akár a Druzsba INC védjegye. Ennyi. Erdőn, ha dolgozunk, kolbász, szalonnas, hagyma, stb. Tehát ilyen dolgok. Hol a sör? Sör? Hát megittad. Hol a söröm? Megittad, bazd meg. Én ittam meg. Te ittad meg. Hát én nem ittam meg a sörödet. Te ittad meg, én tudom, mert én egy láttam. Egy sört ittam, bazd meg. Most meg a másodikat. Ott van benne a táskában még egy dobozza. Ez a azt megihatod. Milyen sör várja? A flém sör. Igen, recseg a fád, Miklós. Mondtam, hogy ki fog dűni. Hát, rá van dűve a másik. Rá van dűve, de nem tud ki dűni. Egyébként lerakom oda a sörre, mert lehet, egyszerre kettő megye. Túl mélyen vágtad be, nem szabadott volna. Látod, megint mélyre hagytad a hajkot. Elbasztod a sörtartót. Nem, jó volt. Nem fog eltörni, ezt nem köpíni. Nem, hát csak igazodik. Nem fog repedezik. Eltörni. Igazodik, repedezik. Nem tud eltörni. Jó, addig bírja ki, amíg kajálunk. Na, hát ez így működik, gyerekek. Ilyen kényelmi felszer. Autentikus egy kicsit, de azért... Mi tökéletes az? Miért mondod? Jó lesz szerintem, most már ez megsült szépen. Mindjárt átfordítjuk, ja. Hogy... azért... Igen, amit a alufóliába, tudod, amit belecsomagoltál ott, azt is meg kéne forgatni. Fordítani. Ja, mert már igencsak serceg. Á, gyerekek. Ugye? Jobb híján, de majd faragok ezért a ilyen kinti billát ide. Jó lesz az. Valaki közelít. Azt mondja, hogy... Jön a bátyó. Bátyó már jól lakott. Mi még csak most állunk neki, bátyó. Le kellett ígni a tűznek. Mind a... Meghozta a mérőszalagot a Sanyi bátyán. Fasza. Most már lesz hiteles méterbotunk. Na, méterbot nincs itt talán. Ahú, hagytuk. Ah!
LKT-nk is van. Gyönyörűen szuper áll az a 23-as. Így dolgozik a 23-as gyerek. Gyerekek. Egész még azt a lánc. Hallott, papi? Egyedül a Miklósnál dobta le, amikor kipróbál. Azért még azt egy kör is, azt a durrancs ki bele, légy szíves, jó? Igen, azt az egyet még vág ki bele, azt még bemutatom, hogy döntött ki, aztán mehetnek aludni a gyerekek. Jó, akkor. Jó? Azt hát a szép egyenesen. És a 23-as vizsgázott. Igaz, papi? Döntő daraboló. Méterfa daraboló. Így van. Ugye univerzális gép, tehát nem hobbi fűrész. Úgyhogy ilyen apró kis bevetésekre simán fel lehet használni. Na. Persze, 260-as az jobb lenne ide, de kicsit nehéz. De azt kíméljük most. Azt most kíméljük, igen, az most szenderem van. Lesz őnek imélyük. Amúgy itt van, mert itt van, itt gyerekek, van, ott van. Mentő ott fűrész. A középen a... Mentő fűrész gyanánt. Jó van, ezt már befejeztük ennyivel. Úgyhogy hónap folytatjuk. Mutassuk a gyerekeknek. Mégis mire jutottunk ma? Ma arra jutottunk, gyerekek, hogy itt megcsináltunk egy ilyen... Mutasd meg az útot. Jó, pillanat. Erre van Buda. Ugye itt már ákvát gyűjtögettünk, meg még itt is van. Méterfa. Erre, innen indulj el, úgy felelőtt. Így van. Tehát onnan csináltunk egy utat. Igen, itt meg majd, méter. Itt fogunk kimenni. Igen, de ez most a sorompó még ott van, tehát... Ez, meghagyjuk izének a... Biztonsági. Zárnak, biztonsági zár. Kelendő, kiető helyen van. Száraz akászkör is, nagyon kelendő itt a környékünkön azért. Na, meg szerintem mindenhol. A környéken, hanem mindenhol, úgyhogy... Ja. Ennyi, tehát... Ahogy beszéltük, ugye első körökben a azt kell megoldanunk, hogy a közelítő utakat megcsinálni, utána, ha megvannak a közelítő utak placoknak, akkor bizony már be lehet állni a parcellákba takarítani, érintgetni, ugye a csokrokból kiszedni, illetve a beteg félszáraz, lábán száraz. Kidőlt, stb. Fákat kiszedni. Neki fákat kiszedni, így van. Tehát nem lesz ez olyan egyszerű, meg hip-hop meló, de érintés. És ez ugye... Egy ilyen erdővel gyérítés, hogy egy ilyen egészségügyi tisztítás, meg gyérítés, hogy egybekötve, mert ezt már lehet mondani, hogy... Hát, de egyébként ez haszonpa kivétel. Az a... Hát jó. Ez az. Adnak van nyilvánítva a papíron. Ragozzuk itt a dolgokat, de ez na. A erdő, ez úgy össze van rottyanva, ahogy van. Hát pontosan. Ezt alaposan ki kell tisztítani, pucolni szépen. Ahhoz, hogy valamire menjen. Így van. A maradék, ami megmarad. Bődletes mennyiségű olyan anyag van, ami még lábon áll, viszont ki kell venni. Tehát nem csak azt kell kivenni, amit láttok itt elfeküdve, hanem... Azért az óborzalom amúgy, így nem fog de... látszani, de bizony, hogyha Miklós kicsit rámegy a koronákra, tehát itt is azért meg lehet nézni, hogy vannak olyanok, ahol már hiányoznak a tavalyi hajtások, és azok bizony már halódnak azok a fák, ugyebár. Szinte az akácnak, állománynak a fele. Akács az szinte... Szinte... Itt pont így van. Van ez az egyed, meg lehet nézni. Ez is. Halodik, kifele szépen. Fele már száraz. Ez már értek, halott. Kérge, potyog a kérge, így. Ott van úgy szintén, itt is, meg ugye itt van most például, hogy még van az a girbe-görbe. Három egymás mellett, négy. Teljes szárazak. Kicsibe egy, négy, ja. Úgyhogy rengeteg ilyen van, ami... Meg ugye hát a csokrok, hát most innent is itt van. Tessék, egymást érik a fák. Tehát lesz meló bőven, lesz meló. A szerencse az benne, hogy nincs
Hál' Isten, bizony. Határidő nincs? Határidő nincs, itt valahogy mégiscsak... December 31. Igen, december 2020, december 31. Konkrétan ez áll a papíron, úgyhogy időnk van rá bőven, tehát... És a hóvirágot taposhassuk ezerrel. Utána majd a medvehagymát, meg a gyöngyvirágot. Bár májusban már nem lesz sok kedve, mint a szúnyogok között hadakozni, meglátjuk, meddig jutunk. Nagy, sok a terület, meg nagy meló van, tehát jó lenne befejezni még az idén tavasszal, de bődletes. Tehát lesz meló vele. Kénénk 20-an, hogy befejezzük. Igen, itt láthatjátok a telep helyet. Ez lesz a, hogyan mondják, a... Bázis. Bázis területünk, ugye. Szépen sörtartókat megcsináltuk, hogy nehogy véletlenül fölboruljon. Úgyhogy szavaztok. Már ez ennyi lett. Ennyi legyen. Hónap jön a Pisti, a bátyó nem jön, a bátyó már elment, mert bátyónak és van. Legyetek. Legyetek rosszak. Rosszak. Úgyhogy szavaztok. Mit kell kívánni? Amíg meg vannak előbb, azt kell vágni. Jó reggel. Mit eszel? Sajtos. Makaróni. Pizzát eszel? Hol a roci kolbász? Benne. Ja, benne. Nem kolbász, az benne izé van a... Hurbász. Hurbász. Hol a roci hurbász? Jó. Benne van, mert az én ömlesztett anyám. Ömlesztett? Jó reggelt. Karikás szemekkel. Itt vagyunk újból. Miklós már azért taplógombát keres. Elég nagy tapló vagy te. Elég putra idő van, be van borulva. Várjuk elsőt, aztán ha elkezd esni, akkor menjünk haza. A munkakedv az óriási, de mivel szörnyen megfogadtuk, hogy kijövünk ma is, így hát itt vagyunk. Úgyhogy... Ja, Bognár Pistivel kiegészíve, újfent. Úgyhogy... 3 gépet hoztunk. Tegnap a 023-as gyönyörűen dolgozott, kis dolmár úgy fent, illetve Pistikének a 340-es itt hoztuk még ki. Tehát elég tarka megint a csapat, stíl, dolmár, 20 korna. Semmi fuxtek, semmi oleumak, nincs. Sisak van, ja. Tehát most megint csak nagymárkás gépekkel, hatalmas nagymárkás gépekkel dolgozunk. Úgyhogy... Meg a Fiskars. Meg a Fiskars is itt van, igen. Igen, meg a, ja, meg a kacorunk. Mutasd meg a kacorunkat, amivel papa dolgozott tegnap este. Papa ilyen kacort csinál. Ezen most egy párra nevetni fogtok, de nem lett rossz. Úgy visz. Gyönyörűen, fasza. Csak annyi baj van, hogy eltömődik, de az majd orvosolva lesz. Csak egy mozdulat. Na, gyerekek, Pisti megeszi, bekapja a cipóját, aztán nekiállunk, azt majd jövünk vissza. Muszáj jönnem, mert kis gyerek vagyok. Ja, még nő is be. A csökésmester csak nem bírja ki. Szegény, mutasd a gépedet fiúknak. 340. Ugye a 340-es. 395-es helyett. És még mindig bírja. Pistiné, gyerekek, mit? Ha Pistiné ennyit bír egy 340-es, akkor mit bírhat egy normál felhasználás mellett? Háztájban. Ugye? Jó kis 340. Igaz, hogy vannak kis problémák vele, de majd orvosoljuk. Még valamit villancsál a gyerekeknek. Jó, hát ha nem sajnálod a láncodat... Arra meg jelöljél majd 5-10 métert! Szóval így tisztul itt a... Ágazd le már addig azt, hogy a... Mutasd meg a kacorunkat, meg a méterbotunkat, vagy már mutattuk? Már mutattad ezt. De azért először. Ilyen méterbot, már szép népi motivumokkal fel van hímezve. Megvan a izéje neki, a miértje. Funkciója. Igen. És hogy visz a kacor, mint az állat.
Igen, yeah, volt itt egy hivatásos fakitermelő, és nagyon-nagyon megdicsérte. Sisak! Na, mára eddig jutottunk. Innen a sátor eltűnt. Félig? Hát volt itt azért egy nagy ezé. Itt is egy nagy csök. Ezt még Pisti végszónak levágja. Magas az alapjárat, nem? Viszi a láncot. Nagyon viszi ez a fűrész, a puhos kemény fát, Pisti. Meg van dicsérve. Úgyhogy ennyi mára. Itt is sikerült azért. Pisti jó voltából át, hogy átjött segíteni, és eltüntettük így délelőtt ezt a romhalmazt. Úgyhogy ez a hétvége, ez egész jól sikerült, el lehet mondani. Mennyiség megvan, úgyhogy... Na majom! Na?
Mindenféle kötél meg izé néki. Megy még tovább? Akkor már rántam a füriz befele. Le kell bontani Pisti. Ott van fönt a izé, a fagyöngy, Pisti fővegy, hogy levezi. Ez egy vadállat, te. Maradjál ki, mi van, fész a magasba? Hát fönn voltam 4 méteren. 4 méteren, igen. Saját erőből. Igen. Na gyerekek, búcsúzzunk el. Legyetek rosszak. Csak is. Hamarosan jövünk vissza. Csak a 20-kornak. Ha megérik, ja. Csak a 20-kornak. Meg a Stíl, meg a Dolmár, meg a olajos makkony. Meg, meg a Fuchstek, de csak a Fuchstek. Meg még az esz... Ja, meg a Strauss. Ja, a Strauss-t nem hagyjuk ki. Nem maradhatjuk. A Szóló, meg mi van még? Igen, mik vannak még? Megkullok, Partner. Van minden. Pólan. Pólan. A Tajga, az Id. Mi a neve ide? Hector. Hect, igen, csak a Hect. Mi a neve? Echo. Úgyhogy... Szóló. Láncfűrészek. Forever. Szavaztok. Nem, meg a Johnson-et. Johnson-et, hát annyi.